az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian. Folytatjuk. Most ez így jutott eszembe. Szép volt, ugye költészet napján. Folytatunk. Folytatjuk a ma reggelit. Én nem akartam ilyen hülye mondatot mondani. Tehát van egy olyan vendégünk, Barda Bea, vagy Beáta, csak mi Beának, igen. Nyugodtan? Sziasztok, persze. Te vagy a trafó, ugye erről vagy a leghíresebb? Hát máshol nem nagyon vagyok híres. A trafó... Úgy hívják, hogy trafó kortárs művészetek által. Igen, ez nem tudtam meg. Vezetője? Hát ezt úgy hívják most, hogy ügyvezető igazgató. Itt volt az évekkel ezelőtt egy ilyen nagyobb botrány a Szabó Gyurival, ugye, hogy ő lesz, nem ő lesz, amikor kiírták. Hát az már nagyon az 6 éve volt. Hát azt mondom, hogy jön pár éve. De ő maradt az igazgató? Nem, most ő a művészeti vezető. Jó, most, na, te vagy akkor az igazgató, és itt ő a művészeti vezető. Igen, igen, nagyon de jó. De te akkor is ott voltál már? Én 12 éve vagyok a trafóban, vagy hogy, igen, 2006 óta. A trafó arra jött létre, az egy ilyen táncos cucc akart lenni, nem? Szóval közelebb volt a tánchoz, mint a igen, de színházhoz. Az pont 20 évvel ezelőtt volt, mert a 20. születésnapunk az most lesz október 16-án. Na, ezért hívtunk be téged, de nem így van. Hazudok. Tehát ez akkor arra jött létre, hogy ilyen kortárs táncokat meg minden más. Hát ugye ez van, ez az elrettentő hosszú nevünk, hogy Kortárs Művészetek Háza, amiben minden benne van, de tényleg az elején ez főleg kortárs tánccal foglalkozott, bár a kezdetektől van ott egy galéria, tehát ott a vizuális művészeteknek is tere volt már 20 évvel ezelőtt is. Persze a színházra gondoltam, mármint a drámai részleg. A kísérletező kedvre, igen. Színház, de... Hogy az hogy kúszott be a képbe? Mármint micsoda, a színház. A próza. Hát úgy kúszott be a képbe, hogy ugye volt egy ilyen viszonylagos nagy búmja a kortárs táncnak, mondjuk szerintem ez a 80-as évek második felétől, és akkor szerintem még volt egy-két ilyen amatőr csapat itt-ott, és aztán azok szépen átalakultak független társulatokká, és akkor azok szépen helyet követeltek maguknak a nap alatt tök jogosan. És ennek ti örültetek? Hát szerintem örültünk. Aha. És még most is örülünk, csak most már kicsit meg vagyunk ijedve. Kitől? Ti létrehozó színház voltatok már akkor is? Tehát ez az egyetlen egy olyan fővárosi intézmény. Tudjátok, ez olyan baromi bonyolult, de valahogy kategorizálva vannak, van egy előadó műszeti törvény, ami meghatározza, hogy különböző színházakat hogy kell finanszírozni. És három darab kategória van a nemzeti, ami nem csak a budapesti nemzeti, hanem ugye van a Szegedi, Miskolci, a Szegedi, Pécsi. Nem tudom, akkor vannak olyanok, hogy nemzeti táncszínház, azok mind egy ilyen kategória, és azokat finanszírozza az állam, így vagy úgy, vagy amúgy van egy második kategória, ami azt jelenti, hogy kiemelt, ezek praktikusan a fővárosi kőszínházak, vagy a vidéki kőszínházak, amelyek állandó társulattal rendelkeznek, és akkor ebben a dologban mi vagyunk a kiemeltben egy ilyen fajta kakuktojás, hogy nincs állandó társulat, hanem hivatalosan ez befogadó színháznak van minősítve. Nem vágytatok soha arra, hogy legyen állandó társulat? Nem, és arra sem vágytunk tulajdonképpen, hogy legyen nekünk állandó repertoárunk, és most is én igazándiból azt mondanám, hogy nincs, miközben azért egy kicsit van. Hát igen, most gondoljunk arra, volt egy előadás, talán van is most a trafóban, már azt hiszem nincs egyébként, aminek olyan volt a díszlete, amit a Mundrucó rendezett, ami önmagában megfordult. De az még van is, csak az elég ritkán van, mert hogy azt valahogy létre kellett hozni, annak ki kellett fizetni a díszletét, hát azt gondolom. Az nem mi vagyunk teljesen, hát ilyen iszonytató drága produkciókat mi nem tudunk létrehozni, és a Proton Színház amúgy is arról nevezetes, hogy ők külföldi partnereket keresnek intenzíven, és hogy 6-8-10 különböző produkcióinak különböző mennyiségű külföldi partnere van, mert hogy ez tényleg nagyon sok pénz, és aztán ők külföldön turnéznak. Ja, értem, tehát mondjuk van egy kész produkció, csak ott úgy, ahogy nem is beszállunk, mi vagyunk a magyar, nem, mi vagyunk nem. A magyar partner, mi beleszállunk pénzzel, ahogy az összes többi koprodukciós partner de is beleszáll. De azt mondom, a pályázatból a pénz. A mi pénzünk, hát a mi pénzünk a kiemelt kategória, mint ugye előbb meséltem. A kiemelt kakuktojás.
Az úgy van, hogy az mi állami fenntartású színház vagyunk, vagyis fővárosi színház, ugyanolyan fővárosi színház vagyunk, mint a Víg Színház, mondjuk. Csak vagy elfogadott, az őrkény, hogy nálatok nincsen állandó csak társulat. Csak nincs állandó társulatunk, és mi éppen ezért másképp működünk. De akkor viszont a beosztás az nagyon fontos, hogy mire mennyit tudtok adni, és mire mennyit tudtok És számolni. Hogy mire, mikor, mennyit, és miért. És azt valahogy úgy lehet ezt mostanában mondani, hogy mi persze generálunk, meg beszélgetünk emberekkel, alkotókkal, társulatokkal, hogy szeretnénk, ha vagy ők szeretnék, jönnek, hogy bemutassanak. De hogy nem fizetünk mi, tehát ahogy a Proton se tudnánk kifizetni, mert az aztán tényleg, de hogy általában azt arra gyúrunk, hogy mindenki a saját erőforrásaiból is, mert a független társulatok azok abban a bizonyos törvényben a harmadik kategória, ami egyéb cím alatt fut, és ők is kapnak általában különböző, vannak ilyen különböző meghatározások, hogy kik pályázhatnak, de azok kapnak valamennyi működési pénzt egy évre. Előbb-utóbb azt mindig megkapják. De például az Utas és Holdvilág, ami szintén egy ilyen elképesztően nagyszabású, most a díszletet nézzük csak meg. Hát meg a szereplőket nézzük, meg a minden. Mennyiséget, az sati finanszíró. Abban benne van a mi pénzünk is, meg benne van a Tápszínháznak is, benne van pénze, mert hogy azért az is egy olyan produkció tényleg, ami Isten pénze, és nem csak az létrehozásra Isten pénze, hanem úgy is elég sokba kerül, hogy ezt újra és újra megcsináljuk a színpadon, mert egyrészt nagyon sok idő, ameddig az fölépül, másrészt nagyon sokan vannak benne, aztán egy kis idő az is, ameddig onnan az kimegy. Tehát a az ajtón, igen. Tehát, hogy mi, és miután a trafó az azért trafó, mert hogy az egy 20. század elejé transformátorházból alakult át, tehát vannak nekünk iszonyú sok kötöttségeink, ja, ez szép magyar mondat volt, szóval, hogy... Raktáratok van? Nincs. És az sincs. Tehát, hogy akkor az van, hogy is ott valami lépcső le. Az öltözők azok nem vannak a pincében, és hogy meg lehet kerülni, van egy ilyen titkos folyosó, ami tulajdonképpen a házon kívül vezet, és akkor nem kell átgázolni a színpadon, és úgy lemenni, hanem meg lehet kerülni az épületet, és úgy lemenni. De ugyanazon a szinten van az öltöző, ahol van a galéria, és van az a bizonyos hely, amit mi most trafóklubnak nevezünk, ami átépült, és most már nem, főleg nem buli helyszín, hanem egy ilyen kis kamaraterem, ahova én nem tudok lemenni, mert csak nincsen. A díszletlift megy le. Mert van egy teherliftünk, teherlift van, és az egykarú, valami egykaros emelőnek hívják, és oda embert be nem lehet engedni. Na, és még engem se. És hogy oda az épületbe liftet szerelni, az aztán az Isten pénzének sokszorosa. Még mert hogy voltak ilyen tervek, és mindig is vannak ilyen tervek, hogy majd, ha lesz nagyon-nagyon sok pénzünk, de azok tényleg komoly, több tízmillió, vagy igen, inkább 100 milliós összeg egy liftházat fölépíteni. Koprodukáltok más helyszínekkel is, vagy nem tudom, hogy hívjam a Jurányit? Hát szoktunk a Jurányival, vagy a Fügével, nagyon sokat dolgozunk együtt, mert a Füge az például benne van egy csomó olyan fővárosi pályázat lebonyolításában, mint a Staféta, vagy kezdeményeztek olyan pályázatokat, mint a Titánium. És akkor ott a létrejövő produkciók, meg azok a fajta előadások, amik mögött nincsen egy ilyen infrastruktúra, vagy nincsen szervezet, hanem azt mondja mondjuk a Pas Andrea, aki most már harmadszor nyert ilyen staféta pályázaton pénzt, és hogy ő meg szeretne valósítani egy előadást a Strafóban, és akkor kap ezen a pályázaton X milliót, és mi is beszállunk valószínűleg Y millióval, de nincs mögötte produkciós háttér, tehát van egy darab rendező, az nem fogja tudni maga összeszervezni a csapatot, megoldani a díszlet, tárolás, szállítást, a nem tudom micsodát, akkor a Fügével mi megszoktunk abban is állapodni, hogy egy adott pillanat után átadjuk a darabot, mert nekünk egy 300-as nézőterük van, és nekik meg van egy ilyen 100-as, és hogy van, amikor ez már jobb, hogyha nem a 300-ban ülnek 100-an, hanem a 100-asban nem fér be az a 110 ember. Igen. Az mindig jót tesz egy előadásnak. Te gyerekkorodban erre készültél? De majd készültem erre. Állami megrendelés, pályázat, hűde, ki tudja, hogy én meg a jövő hónapban. Nem, én egy nagyon, nagyon kékarisnya gyerek voltam, meg mindenféle nagy tudományos álmaim voltak. Mi az? Például? Hát mert hogy én elvégeztem egy töri angol szakot az ELTE-n, aztán töriből doktoráltam, aztán egy huszáros kanyarral elmentem a színművészetire, dramaturg szakra, aztán azt elvégeztem, és akkor ennek az oldalvágánya lettem ilyen kulturális menedzser. Uh-huh. De bírod?
Mit? Nem akartál színész lenni? Nem, soha semmilyen, nem. Én egy nagyon gyáva ember vagyok, tehát ugye nagyon félek a nyilvánosságtól, nagyon nem szeretek kiállni. Amikor gyerekkoromban, nem tudom, torna bemutató volt, akkor én voltam az egyetlen, akinek leesett a labdája, elesett a színpad, tehát minden ilyen történt. Tehát, hogy én ezt nem, semmilyen titkos vágyam nem volt, rendezni se akartam. És dramaturgságot? A dramaturgságnak nagyon sok részét szeretem, nagyon sok részét nem szeretem. Tehát, hogy, és hogy nem voltam, azt hiszem, amikor én... Tehát, hogy nagyon, nagyon tudatlan voltam én még a dramaturgság elvégzése után is, azt hiszem, színházilag, mert ez tök véletlenül jött, ez a dramaturgság. Szóval van egy ilyen vicces történet ennek, de hogy... Hogy? Hát ez amikor azt így el szokták mesélni, különböző színészek is, hogy ők nem akartak dramaturgok, vagy nem akartak színészek lenni, hanem csak elkísértek valakit, és ők maradtak ott, és ugyanez történt velem dramaturg szakilag is. Yeah. Hogy én... Mit kísértél el? Hát azt nem vették el azt a barátnőmet akkor. Fú, de jó. Vagy nem jó, szegény. Hát, szegénynek nem tudom, lehet, ne haragudj. Lehet, hogy neki azóta már nagyon jó, szóval ezt már nem tudjuk, erről nincs adat, de hogy akkor aztán egyszer csak én ott maradtam, és én ezt nagyon szerettem. És hogy akkor engem még a főiskola után sokkal jobban érdekelt volna valószínűleg a film. Csak akkor ilyen kezdődtek ezek a... Tehát ott nem volt olyan egyszerű filmben dolgozni, és akkor így jött ez a kulturális menedzserség, meg ilyesmi. És akkor innen meg... És például a te dramaturg vénád, amit most gondolok arra az előadásra, ami a Sáros Dilila és a cigányasszonyok voltak a trafóban. Uh-huh. És lesznek is. És főztek is. És... Igen, és lesz is megint április végén is, meg május végén is. Hogy olyankor nem izgulsz te például egy produkció előtt, hogy és akkor itt mi fog történni? Én nagyon sokszor izgulok, majdnem minden produkciónál izgulok, előtte is, közben pláne, aztán utána meg már jó, mert vagy nem jó. Vannak el az arostos kötőszövetségek. Igen, de én azt gondolom, hogy másképp kell azt elgondolni, amikor civilek vannak a színpadon, és nem is az a fajta drámai mélység a fontos, mint egy mondjuk egy Shakespeare előadásnál, hanem az a fajta hitelesség, amivel ezek az asszonyok ott bírnak a színpadon. Tudom, de egy dramaturgot, ezt gondolom a földre. De hogy azt gondolom, hogy ezt te meg el kell tudni fogadni, hogy ez nem olyan, és hogy ez másért fontos, és másért lehet szeretni. Jó, hát az idegeidet féltem meg. Az idegeim azok, ugye, igen, hát nincsenek kipárnázva, bármilyen fura. Hát azért, mert azért ez ilyen kétesélyes dolog, lehet, hogy a Sáros Dilila személye az garancia arra, hogy ez a dolog nem megy át valami rosszba, vagy gagyiba. De igen, de ez mindig ez, amikor komoly színészek vannak a színpadon, akkor is, amikor egyszer csak meglátja az ember, vagy mondjuk egy táncprodukciónál ugyanúgy, hogy az ember megnézi, és hogy mi nem vagyunk ilyen beavatkozósak, hanem hogy egyszer csak megnézzük, és akkor az már elég közel van ahhoz, hogy az ember csak egy kicsit el tudja mondani a véleményét, de azt is nagyon szerintem nagyon fontos, hogy mikor és hogy hogyan. Hányszor tud menni nálatok valami? Hát ez teljesen attól függ, hogy mi a valami, mert mondjuk mi a legkevesebb, a legtöbb? Hát annak az nagyon-nagyon rossz, ha valami kétszer megy. Mert hogy azt gondolom, hogy... Kevés. De nem az nagyon rossz. Túl sok. Nem, az nagyon rossz, mindenkinek nagyon rossz, mert azt gondolom, hogy minden produkció, ami bekerül a trafóval, annak abban komoly munka van. És hogy egy előadásnál, de ezt ti ugyanúgy tudjátok, nem mindig az van, hogy a premier az a fantasztikus, és utána ezen ilyen mara, magas, egyenes szinten megy tovább. A második előadás az drámai, mindig valahogy elveszíti a... Vagy sokkal jobb, vagy sokkal kevésbé. De hogy utána a negyedik, ötödik, hatodik előadásnál derül ki köbö, hogy ez az előadás ez mit tud. Csak nem mindig tud eljutni a negyedik, ötödik, hatodik előadásig valami, de azt azért nagyon próbáljuk tartani, hogy legyen ilyen 4-5. És nehéz. Mi az, ami levehetetlen, tehát ami a legtöbbet ment? Hát bizonyos szempontból, ha azt mondjuk, hogy repertoár, akkor volt egy szövetségünk a Pintér Bélával, és a titkaink az 2 évig úgy ment, hogy havonta praktikusan 2-szer, hogyha nem történt valami dráma. És azt gondolom, hogy ez a sorozat ez most lassan véget ér. Bár éppen tegnap előtt volt 2 előadás a titkainkból, és a közönség töretlen érdeklődése mellett folyik ez a dolog, csak egyszerűen nagyon nehéz ezt a 2 világot összehozni. Tehát mármint ez, amit úgy hívunk, hogy színész egyeztetés, mert hogy mi nekünk vannak fix, szóval, hogy mi olyan előre dolgozunk, hogy azt tudjuk mondani mondjuk egy társulatnak, hogy akkor jövő január 28-a, 29-e, és
ha akkor mondjuk ezt a Pintér Bélának mondjuk, és éppen akkor például a Csákányi Eszternek előadása van az Örkény Színházban, akkor ugye mondhatunk bármit, és nem tudjuk akkor azt mondani esetleg, hogy 26-27, mert addigra le van kötve egy külföldi társulat. Mindig az anyaszínházhoz egyeztetnek egyébként? Vannak ilyen időrendek, meg azt hiszem a világ legbonyolultabb dolga szerintem az. Az elképzelhetetlen. De azt te csinálom? Nem, Isten ments. Arra én totál alkalmatlan lennék. Számítógéppen azért már egy kicsit ez javult. De mit szokott mondani a Péter a Várnai, hogy szokott lenni ilyen alkú, hogy akkor... Ez igen, az egy olyan, mint egy piac. De én mondjuk azt hiszem, hogy életemben kétszer voltam ilyenen. Vásáron? Hogy én ezt nem szeretném. Egy ügyesnek kell, taktikusnak, nagyon sok mindenre figyelni, barátságosnak, és akkor ez... Volt már olyan, hogy a Trafot be akarta szippantani ilyen, hát kvázi klasszikus társulat, hogy ott ilyen rendes színházi előadást akart. Most hülye szavakat mondok, mert ezek hát nagyon rendes színházi előadások, de azt a hagyományos. A hagyományos, igen, és akkor is ezt mondjuk ezt idézőjelben, hogy nyilván voltak embereknek ilyen álmaik, hogy csináljanak belőle egy rendes színházat, és hogy éppen ezért, mert hogy mi úgy dolgozunk, hogy most már azt gondolom, hogy jövő szeptembertől decemberig praktikusan egy darab szabad napunk nincsen, tudjuk, hogy melyik nap mi fog történni a Trafóban. Kedves hallgatóink, azért mondjuk, hogy jövő szeptembertől, mert az idén szeptember, de ugye a színházi évad az szeptembertől. Igen, bocsánat, igen, tehát hogy 2018 szeptembertől december végéig körülbelül tényleg nincsen egy szabad nap se. És hogyha amikor mondjuk azt kérdezte a Radnóti Színház, hogy tudnánk-e segíteni nekik, akkor igen, azt tudtuk mondani, hogy nem tudunk decemberig egészen biztos, mert hogy az nem egy segítség, hogy azt mondom, vagy azt mondja a Trafó mondjuk, hogy október 12-én lehet, mert nekik is megvan a maguk struktúrája, hogy szervezik ezt a fellépést. És ez így nem, és így nem nehéz, nehéz, hogyha szeretnénk is együttműködni, nehéz. Bocsánat, hogy fontos ez a kísérletezők? Hát én azt gondolom, hogy mi nekünk az a... Hát ez olyan hülyeség, de ezt mégiscsak ezt szokták írni, hogy minden ilyen fontosabb intézménynek van egy ilyen missziója, amiben leírja, hogy mit miért csinál, és ebben benne vannak ezek a furcsa kulcsszavak, hogy innovatív, meg benne van az, hogy progresszív. Mert hogy én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon jó kőszínházak, akik iszonyú jól csinálják azt, amit csinálnak. És hogy mi nekünk meg az a dolgunk, hogy előadásokat generáljunk, meg lehetőséget adjunk, meg vannak ezek a pedagógiai mondatok is, ami missziónkban benne, hogy mi szeretnénk. Mert hogyha nagyon belegondolunk, akkor mi időnként azt szoktuk mondani a Trafóról, hogy ez egy oktatási intézmény. Mert úgy is oktatási intézmény, hogy... De és ezeket mindig itt mutigatom a macskakörmöket a kezemmel, hogy oktathatjuk, vagy tanítjuk a nézőket arra, hogy kell másképp is látni színházat, vagy hogy mennyire más mondjuk, tehát hogy ilyen határokat próbálunk tágítani, hogy lehet műfajokat átlépni, vagy műfajokat összeolvasztani, hogy lehet, de tanítjuk, vagy mutatjuk, hogy mit csinálnak ebben az ügyben külföldön. Tehát akkor az a... kvázi a szakmának is valami fajta lehetőség megnézni ilyen előadásokat, és akkor még csinálunk 1000 millió dolgot, amit tágabb értelemben, mert oktatási tevékenységnek lehet mondani. Például a galériában milyen sűrűséggel változnak a galériában típusú? Aztán azt gondolom, hogy ott van a bizonyos szempontból az az igazi kortárs művészet, ami ott folyik, mert hogy nincs egy 300-as nézőter, amit meg kell tölteni. És azért én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos terepe annak, hogy ezt a 21. századi, nem is tudom, hogy azt szabad-e mondani, hogy képzőművészet vagy vizuális művészet, de hogy, hogy annak ott teret adjunk. Egy 300-as nézőterű színházteremben ez picit nehezebb. Mert hogy miután az elején ezt elmondtam, ezt a kakuktojás és nem tudom, mindenféle dolgot, akkor arra is kell gondolni, hogy a 300-as nézőteret meg is kell tölteni. Valamivel meg kell tölteni, persze. És hogy nem az a baj, hogy ezek nem olyanok, amik hogy ezek közönségriasztóak, hanem az a baj, hogy borzasztó nehéz ezekről az újfajta előadásokról, vagy ezekről amit ezerféleképpen mondunk, hogy hibrid, meg nem fúziós, meg mindenféle, ezekről beszélni. Mert hogyha odaírjuk, hogy színház, vagy odaírjuk, hogy tánc, vagy odaírjuk, hogy cirkusz, akkor az egyértelmű. De ha elkezdjük így magyarázni, hogy ez 50%
színház 20%, zene 12%, vizuális művészet, és nem tudom mi, akkor az már nem biztos, hogy olyan egyszerűen át tud menni. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meg kell tudni, nem, el kell tudni adni. De ott ilyen egyszereplős, kétszereplős... Monodráma. Van sok szereplős. Van mindenféle. Több a szereplő, mint a néző. És a, nem, az azért nem szokott, de bár van, biztos van olyan is. Várjál, most olyan fontos kérdés, csak megzavartak az integetések, hogy az Utas és a Holdvilágról szerettem volna kérdezni valami rettentő fontosat, hogy én annyira meglepődtem azon, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen nagyon furcsa előadás, és rajonganak érte a nézők. Tehát a 300 megtelik, plusz még előtte két sorban ülnek a földön is. Hát van egy pánosor is, meg hogy nem csak az, hogy furcsa előadás, hanem az nagyon-nagyon szép, hogy öt és fél órás előadás. Igen, de vetítés, szinkronizálás, játék, élő beszéd. Van benne nagyon szép jelmezek, minden, tehát hogy meg nagyon klassz szövegek vannak benne. És ő vele például az, mondjuk, hogyha ezt egy hónapig adnád, egy hónapban tízszer leadnád, akkor is ugyanígy megtelne? Hát az látszik most, hogy van egy ilyen nagyon intenzív érdeklődés, ami nagyon sok mindenek köszönhet, hiszen próbáltunk már gondolkodni, mert az nagyon, persze, mert hogy nagyon érdekes az előadás, de azért azt gondolom, hogy van benne egy ilyen szerbantaros nosztalgia, nagyon jó az az eredeti hanganyag, amit a Vajdai Vilmos rendezett, és volt belőle egy ilyen ötrészes rádiójáték. Nagyon szépen, hát ez aztán igazán bizonyos szempontból a fúziós dolog, mert hogy van benne csomó videós, akik forgattak hozzá különböző anyagokat, és ezek hát nagyon szépen összesípolnak. Is van levetítve, tehát ha különböző van egy helyekre, ablak akkor a díszkedben, akkor az pont az kitöltés. És hogy iszonyatosan fegyelmezettek és alázatosak a színészek. Szóval az, hát nem tudom, hogy mi a könnyebb, vagy mi a nehezebb, az, hogy kvázi eljátszani valami szereplőt úgy, hogy nem ő mondja a szöveget, de éppen ezért van egy nagyon pontos meghatározottság, és nem azt látja a néző, hogy itt Unódi Eszteret átog valaki, hanem azt látja, hogy ott megtörténik a dolog. Hm. És ez is nagyon szép benne. Na, ez aztán nagyon hibrid. Ez aztán tényleg nagyon hibrid. Ilyenekre büszke a trafó például? Hát ilyenekre is büszke a trafó, és arra ilyenekre mindenki büszke. A Vajdai Vili biztos azt mondaná, hogy nem eléggé büszke a trafó, mert nem tudjuk minden nap ezt játszani. Nem minden, hát igen. De hogy azt gondolom, hogy ők is nagyon büszkék, és mi is nagyon büszkék vagyunk, és hogy ez nagyon-nagyon jól esik az, amikor szeretik a nézők az és előadást. Ez ilyenkor tápszínház produkció, vagy trafó produkció, vagy vegyesen? Hát ilyenkor a trafós műsorfüzetben nem írjuk ki, hogy ez trafós produkció, mert ugye miért írnánk ki, de azért azt szeretjük, vagy még egy picit ennél többet is mondok, hogy azt azért kiillik írni valamilyen módon, hogy a trafó ennek az előadásnak a létrejöttében közreműködött. Uh-huh. Nem szellemileg, hanem anyagilag. Aha. Tehát egy koprodukciós partner a trafó az egész. Hova viszik ezt a díszletet? Hát ezt nem nagyon sok helyre biztos vinnék, csak hát nem egyszerű, mert ugye ez egy adott méretre van kitalálva, és egy adott színpadra. Nekik van a tápszínháznak, van egy raktára valahol a világ végén, tehát hogyha amikor újra jönnek, akkor autók, hát az szállítás, építés, bontás, persze, de ez mindenütt így van, mert hogyha mondjuk a fortetásról eljátsza az akármit, akár a Tar Sándort, akár az új Thomas Bernhard adaptációt, akkor is ők is valamilyen raktárból ide szállítják a díszletet, és aztán visszaszállítják a díszletet. Tehát, hogy ez nem ilyen szempontból, egy ilyen színház, meg egy ilyen programstruktúra, az sokkal kevésbé tud költséghatékony lenni, mint mondjuk egy olyan színházi, ahol van egyrészt oldalszínpad, zsinórpadlás, én nem tudom micsoda, és itt-ott belógatva, beállítva lehet díszleteket tárolni. Nálunk mindig az van, hogy reggel be kell hozni, és hogyha csak egyszer kerül szegény műsorra, hát ez az. Szegény műszak, meg ennek az egésznek a fejben tartása és megszervezése. Hírek lesz most. Most ráesett a fejedre, mint a Brazovics? Nem, ebben van egy nagy együttműködés a társulatokkal, hála Istennek. Tehát, hogy ez nem a mi dolgunk, csak az, ami az ajtón belül van. Na. Jó, hírek igen, és aztán utána a mi ajtónkon belül most hírek van. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian.
és Barda Bea, a Trafó kortárs művészetek házának a igazgatója, vagy valami hasonló. Na. Mindegy, na hát, hagyjad, hogy föl, kicsit fölizérjen. És a képzőművészeti véna ott, az a fajta kiállítás, az megy folyamatosan? Hát van két nagyon felkészült kurátorunk és kurátorasszisztensünk, akik ezen nagyon jól dolgoznak, és nem csak kiállítások vannak, hanem vannak itt is mindenféle, ezt is mondhatnám, ilyen megint ebben a macska körülben, hogy pedagógiai, vagy oktatási, vagy kapcsolódó programok, amik képzőművészeti indítatásúak, tehát lesznek ilyen, lesz egy ilyen, vagy igen, vagy már volt is, meg lesz is, pénteken kezdődik egy ilyen lecture performance sorozatunk, amikor az azt jelenti, hogy jön egy-egy művész, és mondjuk inkább beszél. Péntek este kezdődik, és aztán több lesz még, ahol május végéig lesznek folyamatosan. Tehát akkor tulajdonképpen ti és a munkatársaid ott négyféle kulturális helyiségnek, vagy ötféle adtok helyet. Igen, mert hogy van nekünk a nagy termünk, ez ami a 300 szék, van egy klub, ahol ha már 70-en vannak, és ahova Györgyi nem tud lejönni, igen, tudom, az mondjuk 70. Van egy pici próbatermünk, ahol szokott lenni vagy kis tánc produkció, vagy a Dollár Papa Gyermekei című formáció oda bevette magát, és csinálnak színházat, és ott 41 széket pirunk ott lerakni. Ők azt ott adják elő? Hát mondjuk azt hiszem, hogy az elmúlt 5 évben ott kezdtek, és azt gondolom, hogy nagyon okosan és stratégikusan fölépítették magukat, ugye aztán a végén most már vannak a nagy teremben is, tehát van olyan előadás, amit a nagy teremben találtak ki, de... Láttam is, te az is azért ügyesen a meccsen, mert a színpadon van az előadás is, meg a nézők is. Igen, és aztán meg minden megfordul, és akkor át kell egy adott pillanatba hurcolkodni, de hogy végig gondolták azt, hogy 40 nézőt könnyebb szerezni, mint 300-et, és így csináltak egy trilógiát, meg még egy 4 darabot csináltak a próbaterembe, és tulajdonképpen ezeket még mindig lehet játszani, mert hogy van annyi érdeklődés mindig és mindenképpen van. Ez az, amikor kicsi, nincsen díszlet, és akkor ez könnyen is tud mozogni meg, hogy könnyen is tud utazni. És utazik sokat egyébként, vagy utaztattok is produkciókat? Mi nem, mert azt ahhoz az mi nem, hogy de hogy utaznak a produkciók, és éppen azért, hogy a produkciók tudjanak utazni, nekünk van egy... Azt akartam mondani, törekvés, de az nem jó, mert hogy már megvalósult, és már 4 darab volt ebből az eseményből, hogy külföldi színházigazgatóknak, menedzsereknek, fesztiválszervezőknek ciklikusan mondjuk 2-2 és fél évente rendezünk egy Dunapart nevű esemény sorozatot, amikor nem csak a Trafóban, hanem a Trafóban és számtalan helyen bemutatjuk azokat az előadásokat, amikről úgy gondoljuk, hogy esetleg külföldön ezek parti képesek, tehát érdeklődhetnek irántuk. Tehát, hogy vagy megvásárolják a produkciót, vagy valamilyen furcsa módon kapcsolatba léphetnek az alkotókkal. Érdeklődnek iránt? Hát persze, így volt az mondjuk az 2 évvel ezelőtti, most volt novemberben, és akkor előtte volt 2 évvel korábban, márciusban, amikor meglátták például a Pintér Béla titkainkat, és akkor így lett a Béláiknak egy amerikai turnéja. Nagyon-nagyon sok táncelőadás így elindult kisebb-nagyobb körökben, de mondjuk ennek köszönhető, hogy a Timothy and the Things hangzatos nevet viselő formáció, ami a Fülöp Laci koreográfust rejti, nekik volt egy produkciók, amelyik azt hiszem jövő héten indul Amerikába, és akkor New Yorkban is, ez is egy kis produkció, New Yorkban és New Orleansban is bemutatkoznak. És hozzátok jönnek-e külföldiek? Hozzánk viszonylag nagy számban jönnek külföldiek. Most 3 estén keresztül a tavaszi fesztivállal együttműködésben lesz egy ilyen furcsa cirkuszi előadásunk, aztán utána lesz egy elég híres angol táncprodukció, amit a tényleg azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen túlzás, azt mondom, hogy a körülbelül világhíres Wayne McGregor koreografált, utána még májusban jön a Rozász, amelyik szintén a kortárs táncnak az egyik nagy európai társulata. Lesz... Tudjátok, bocsánat. És amikor igen? Próza van, ki van írva magyarul a szöveg? Hát múlt héten volt egy azt akartam mondani, egy román rendező, Gianina Carbonario, aki azt gondolom, hogy most már elég ismert az európai mezőnyben, ő csinált egy előadást, ami egy bukaresti szervezésű előadás, de egy nemzetközi csapattal, és akkor beszélnek benne angolul, franciául, románul, csehül, és akkor ezt feliratoztuk
magyarra, meg angolra, az egy kicsit problémás volt, hogy lehet ezt a feliratot elolvasni, meg nagyon sok szöveg volt benne, de azt gondolom, hogy tök érthető volt, és nagyon-nagyon szép előadás volt. Fesztiválotok van? Hát bizonyos szempontból ezt a Dunapartot fesztiválnak szoktuk nevezni, és amit mi igazán fesztiválnak gondolunk, és nagyon szeretünk, az a hangzatos Next Fest névre hallgat, és abból már kettő volt, és most lesz következő januárban megint egy, és akkor az, amikor elindult, akkor mi azt gondoltuk, hogy ez arra jó, hogy a fiatal, feltörekvő, mondjuk az, hogy az Y-generációt mutatjuk be színházban és táncban, és aztán most már ez egy kicsit el fogunk szakadni ettől a generációs meghatározottságtól, inkább azt mondjuk, hogy ez egy ilyen esztétikai meghatározottság, tehát hogy ez a tényleg kortárs táncban is, meg színházban is, és akkor ez egy hét januárban, amikor, amit mi nagyon szeretünk csinálni, és meg nagyon szeretjük azt is, hogy ez egy tényleg olyan alkalom, hogy az első kettő az tutira olyan volt, hogy volt mindenféle a házban, és a ház minden lehető terében, hogy a nagy teremben történtek dolgok lent, meg fönt, meg folyamatosan voltak beszélgetések, filmvetítések, és hogy megnézték az alkotók, előadók egymás előadását, és szerintem ez nagyon fontos. Van törzsközönségetek? Hát egy 20 éves intézménynek kell, hogy legyen törzsközönsége. Igen, azért, mert hát amikor megyünk, akkor egy csomó emberrel úgy lehet mindig találkozni, csak hogy nem tudom, hogy ők csak a kvázi színházba járó én azt gondolom, közönség hogy van. Részei, vagy pedig azok, akik ott akár időt töltenek nálatok a büfében. Nem olyan jó hely az a büfé, majd lesz jobb. Hát legyen. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly, mindegy, ezt mindjárt elmesélem, de hogy azt gondolom, hogy a Trafónak nem egy közönsége van, vagy nem az van, hogy a közönség, hanem hogy azért hát nagyon sokféle, annyiféle is vannak. A társadalmatoknak is van, meg hogy a más szereti az indiai klasszikus zenemestereit, és más fog eljönni mondjuk vasárnap este, amikor egy ilyen marokkói tradicionális zene lesz egy sorozaton belül, és nyilván más nézi meg ezt a előtte való három napon az új cirkuszi előadást. De nyilván vannak átfedések is, de a Trafónak nagyon sokféle a közösség, hogy a Trafó is nagyon sokféle. Hát közönség, meg hát közösségépítő lehetőség annál jobb helyet, mint ott az a sarok, ott elől arra, hogy ott asztalok legyenek, ülni lehessen, napozni, de most enni, az inni. Az a zsebb kint. Hát az, de az most az lesz, már nem jó. Lesz kint, mert hogy ha minden jó klappol, és ez bal kézzel alulról fába, akkor belevágunk egy átépítésbe, ami egy azt jelenti, hogy az lesz oda tető praktikusan, ott egy ilyen könnyű szerkezetes beépítés lesz, a parkolót az megszűnik. Hova tűnik az a gyönyörű, a világ legkisebb minie van ott a parkolóban mindig, mert igen. Ugye? Az tényleg egy hát mini. Majd valahol a ház előtt. Hát meg ott vagy van a parkolóházban. A dolgozók valahol parkolni. Igen, hát parkoló de viszont lesz szépen. Akkor egy normális utcára nyíró kávézó, ami, mert ennek a mostani kávézónak az a legnagyobb baja, hogy az borzasztó sötét, tehát nem kap természetes fényt. És ott nem olyan kellemes azért ücsörögni. Este 10 után tök mindegy, hogy besüt-e a hold, vagy nem süt be, de napközben oda vagy nagyon nehéz befonni. Igen. Úgyhogy az fog történni, ha minden sikerül, hogy ott lesz egy nagyobb kávézó, kiköltözik oda a ruhatár, a pénztár, hogy végre lesz egy olyan mozgássérült WC, ami nem volt a házban, mert hogy tök felesleges csinálni, mert mindenhova lépcsőkön lehet csak eljutni a nagy terembe is, és akkor ezzel párhuzamosan, ha minden sikerül, akkor megpróbáljuk úgy akadálymentesíteni a nagy termet, hogy ne lépcsőkön keresztül kelljen berángatni, hanem ott hátulról, és akkor csinálnánk egy ilyen kicsi dombot ott a járdán, és akkor onnan jaj, be lehetne. A strandokon a híd a két medence között. Igen. Igen. És akkor ott be lehetne egész egyszerűen gurulni a nagy terembe, és nem kell lépcsőket mászkálni, tehát mindenkinek megkönnyítenénk. Meg azt gondolom, hogy ez egy olyan természetes elvárás lenne, de hát ez az épület, ez 1900, nem tudom, 12-ben, vagy valamikor olyan tájt épült, és nem arra, hogy a közönség fog ki be. Jó, de szeretjük. Tehát köszi. Igen, attól, hogy akkor épült, az még jó. Nagyon. Nagyon, hát én is nagyon szeretem, csak hogy meg kéne, hogy muszáj, hogy valahogy haladjunk ezzel. Bővíteni. Igen. Neked ezen kívül, hogy a Trafóban vagy
ügyvezető igazgató. Ezen kívül van életed? Van rá idő? Hát ez az idő, ez mindig egy 20, nekem is 24 órából áll a nap. Az ember nagyon próbálja ezt beosztani, meg hogy minden színházban dolgozó embernek azért van egy nyara. Az is igaz. Ja, nem csak úgy, hanem hogy csinálsz-e még más, mert a Julányiban is voltál valami... Nem, én sok minden ilyen hülyeséget igen, csinálok, tehát, hogy ilyen... Az a... Ilyen bizottság, olyan bizottság, ezt igen, meg azt nézzük igen, meg, igen. Igen, ezeket én itt szoktam csinálni, meg szoktam szeretni. Mi az például? Hát, hogy benne vagyok a nem tudom minek a kuratóriumában, meg hogy pályázatokat olvasok a nem tudom hol, meg hogy próbáltam a... Voltam egy évig, de azt aztán megfogadtam, hogy soha többet egy ilyen... Hogy a minisztérium által kinevezett egy kvázi pénzosztó bizottságban, ahol mi nekünk nem volt, nem a végső szavunk volt, csak javaslatot tehettünk. Igen. De az egy borzasztó ezek azok a dolgok, amik baromi sok munkával járnak, viszont nincs érte pénz. Csodálatos. Nem csak az, hogy nincs érte pénz, nem az a baj, hanem a legnagyobb baj az, hogy amikor valami nagyon kevés pénz van, és annak a 15-szörösét kérik, és akkor aztán, és nem tudsz jól dönteni. Valahogy döntesz. Ez céhésen rossz. És hogy ezt nagyon nehéz végigcsinálni, nagyon nehéz... És nagyon nehéz utána vállalni a felelősséget, és szembenézni azokkal, akik nem annyit kaptak, amennyit kértek, vagy egyáltalán nem kaptak. És az ember ezt megcsinálja, de ez tényleg nem egy és akkor azt, bocsánat. Volt már olyan előadása az alternatív körökben, amit a trafó nem fogadott be, valaki más befogadta, és akkor utána sajnáltad, hogy jaj, de kár, hogy nem mi voltunk. Biztos, hogy volt. Biztos, de konkrétan volt. Nem emlékszel rá. Jó, van mindegy. Nem, annyira... most magunk gondolkodom, de csak egy ilyen nagyon korai példa jut az eszembe, és abból is, tehát nem fogom most mondani. Hogy mondtad az előbb ezt a nyarat, a színházi ember nyara, hogy mindig szabad a túrót, hát hiszen előre kell dolgozni, és egy csomó minden azért bele kell, hogy férjen. Mit csinálsz nyáron? Van-e valami, ahova szívesen mész? Már úgy értem, hogy ilyen színházi dolgok vagy. Mi elég sokat, mármint a trafó munkatársai, akik a programszervezésen dolgoznak, elég sokat utaznak. Mert hogy kell nézni az előadásokat, amiket majd 2020-ban vagy valami ilyesmikor sikerül meghívni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a nyáron is biztos lesz ilyen, ami ahova el kell menni. Vagy el szeretne menni az ember, vagy ahol megnézhet egyszerre, nagyon jók ezek a fesztiválok arra külföldön, hogy akkor mondjuk elmegy az ember 4 napra, és megnéz 8 előadást, és akkor az úgy jó. Kicsit úgy beszélünk, mint hogyha ez az alternatív színházi élet, ez csak Pesten létezne. Hát az a probléma, hogy bizonyos szempontból van egy van. Dolog, ami nem, szóval nem lét, nagyon nehezen létezik vidéken. Vannak, persze, hogy vannak, csak például az nagyon klassz lenne, hogyha azok az előadások, amik megszületnek Pesten, nem halnának meg, hogyha mondjuk kiköltöznek a Drafóból, a Muszínázból, a Jurányiból, a Szkénéből, mert ott már volt elég közönségük, hanem hogy ezt meg lehetne intenzívebben és szervezettebben mutogatni vidéken is. Ez mi múlik? Hát ez azon múlik, hogy nagyon nehéz az, hogy egyrészt ez pénz nyilván elutazni, másrészt nem szóval korlátozott azoknak a helyszíneknek a száma, amik ilyen-olyan-amolyan okokból befogadnak ilyen előadásokat, mert hogy nagyon nehéz az, hogy mondjuk egy vidéki közszínház az nem erre van kitalálva, nem ilyen a közönsége, neki az az érdek, hogy a saját színészeit játszassa, és közben Pestről megszervezni egy vidéki közönséget, az nagyon nehéz. Most vannak ilyen aktív sejtek, azért például voltam Körmenden, egy ilyen előadása, és Körmenden... Hát mert ott nagyon, van nagyon... nagyon könnyű, ott van az Ördögkatlanhoz közel, akkor igen. Az Ördögkatlan kapcsán, vagy annak az ideje alatt ott meg lehet ilyesmit csinálni, vagy Szegeden van ez a teáter, ami iszonyú, az egyik, hát azt hiszem, hogy a legrégebbi nemzetközi színházi fesztivál nyáron, nem, legrégebbi nemzetközi színházi fesztivál Magyarországon, és ezt mindig nyáron szervezik, de hogy nekik is olyan kevés pénzük van, hogy ez egyrészt Szegeden kívül promotálni elég nehéz, de ott mindig van közönség. Meg tök jó, mert nyári színházi fesztivál, ráérnek a színészek. Hát, könnyebben értetni. Nem is hát örülnek neki, hogyha elmetne pecázni. De közben most van erre törekvés, mert az NK-nak van egy tánc sorozata, amit úgy hívnak, hogy vagy egy ilyen programja, bocsánat, ezt úgy mondják hivatalosan, hogy Imre Zoltán program, és ott úgy támogattak előadások
színházakat vagy előadások létrejöttét úgy támogatják, hogy bizonyos vidéki színházak vagy helyszínek pályáztak, és akkor van egy budapesti bemutató, és ötször előadják vidéken. Tehát vannak erre próbálkozások. De azért nehéz. De szerintem ez borzasztó nehéz egy olyan helyen, ahol mondjuk a kortárstáncot nem annyira ismerik, egy adott például időszakban mondjuk 4-5 hónap alatt 5 előadásra nézőket találni, az szerintem borzasztóan komoly és felelősségteljes munka. De nekem akkor is az a furcsa, hogy kvázi, én nem hívom vidékinek, hanem nem Pesten nem jönnek létre ilyen alternatív előadások, vagy nem annyira tudunk róla. Hát van a Celtömölki, Solt és Lajos Színház, azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb alternatív műhely, hosszú-hosszú múltra tekinthet és vissza. És eljött Pestre? Igen, a Múszínházban rendszeresen fellépnek. Ja, oda se tudok fölmenni, hát igen. Az csupa lépcső a Múszínház. Igen, sajnos az igen. Aztán nem 4-5 lépcső, hanem nem. 510. Jól van. Mi az? Semmi, csak... Én azt gondolom, hogy nem is lenne nektek az egy... Mert eleinte azt hittem, hogy ez egy jó díj lenne, hogyha a Radnóti Színház menne hozzátok, de nem. Hát bizonyos szempontból... Tehát abból a szempontból jó lenne, hogy teltház lenne, és stb. De a díszleteket hol raknátok? Hát semmit másabb, nem tudunk. Vagy meg nem lenne mondjuk 10 nap, és akkor közben... Szóval furcsa lenne, a nézőket összezavarná. Hát meg a mi működésüket felborítaná. Igen. De közben az például nagyon furcsa volt, amikor a Proton Színháznak volt egy produkciója, amit befogadott a Víg Színház. Ez a demencia volt. Hatalmas igen. Nagy díszlettel. Igen. És azt észletett venni, hogy a következő... Az volt az, amikor ilyen kórházban játszott. Igen. Úr, Isten, de jó. Az nagyon jó. Meg fölment az emeletre pisilni a vészére. Hú, az tényleg nagyon jó. És a Mónori Lili és a Székelybé, és a kutyájuk. Az a kutya volt. Az egy másikban volt, meg a Lili is ebben is volt, meg egy másik, hogy kutya is volt. De Lili volt. De Székelybé ebben nem volt. De Ágy az volt. Ágy az volt. És akkor utána láttuk, hogy a következő Proton előadásokra jöttek olyan nézők, akik a Víg Színház miatt jöttek el, mert ott meglátták, mert a Víg Színház tényleg más közönséget vonz, másképp kommunikál, és hogy akkor az, és akkor megismertek valami újat. Tehát ez a fajta keveredés, ez biztos jót tesz. Meg hát ugye, hogy ez a misszió. Ja, igen, ez a kult szó. Nekem, igen. Mi? Hát, hogy ez egyfajta misszió, hogy a igen, de kortárs... Igen, ezt nem tudjuk, vagy én nem tudom jobban mondani magyarul, mert hogy az olyan intézményeknek, mint a Trafó, a külföldön van mindig egy ilyen mission statementjemben, próbálják 4-5 mondatban értelmesen elmondani, hogy mit szeretnének és miért. És hogy mi is állandóan azt próbáljuk, hogy ezt a 4-5 mondatot minél közérthetőbben és egyszerűbben fogalmazzuk meg. Hát és ez a lényeg, meg hogy minél többen jöjjenek. Most, hogy, mi jövünk, hogy vége biztos? Van a műsoridőnek, akartok egy nagyon-nagyon rossz szóvit. Na mondd. Na létszi. Akkor mi? Szió. Ó, Györgyi. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Én köszönöm szépen. Már ezért megérte. Köszönöm.